Horváth Kálmán kormány megbízott nyitotta meg azt a sajtótájékoztatót, ahol a munkaerőpiaci reformprogram Tolna megyei kivitelezéséről és elsődleges részeredményeiről számoltak be Szekszárdon. Itt elhangzott, a cél az, hogy a jövő március végén záruló reformprogram országos szinten összesen 50 ezer olyan embert juttasson munkához, akiket 3 hónapnál tovább foglalkoztatnak. Ez azoknak az álláskeresőknek nyújt segítséget, akik a leghamarabb mobilizálhatóak és helyezhetőek el az elsődleges munkaerőpiacon. Másokat más módon támogatnak, mondta a pénzügyminisztérium munkaerőpiaci reform és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Ebben a munkában fontos szerepük van a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak és a járási hivatalok munkatársainak. Így az ő munkavégzésükben is változások történtek. A programnak tulajdonképpen az a célja, hogy közelebb hozza a munkáltatót a munkavállalóhoz, álláskeresőket a különböző gazdasági társaságokhoz, kis-közepes vállalkozásokhoz, nagy cégekhez, multicégekhez. Eddig is nagyon komoly munkát végeztek a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai, járási hivatalok osztályai, de az idő egy kicsit túlhaladta ezt a fajta munkavégzést. A programnak az is célja, hogy azokat a bürokratikus elemeket, amelyek jellemzik sajnos időnként ezt a munkaterületet, igyekezzünk kiküszöbölni elektronikai, más jogi eszközökkel, de ugyanakkor jobban irányítsuk rá néhány területre a kedves munkatársaknak a figyelmét. Ezek a válti kapcsolattartás, legyen ilyen kollega, akinek csak az a dolga, akinek ne adjanak más megbízást, aki interjúkat készítsen, kimenjen, figyelemmel kísérje, erre is különböző technikákat alkalmazunk, amelyet nem alkalmaztak eddig egyébként. Nem azért, mert nem akartak, mert éppen nem kérték tőlük. Másik az, hogy igyekezzünk a munka, tehát az álláskeresők közül egy új rendszerrel, úgynevezett szegmentálással, olyan munkavállalókat találni, akik meg is felelnek azoknak a munkaerőig. Egyik kardinális kérdés egyébként a munkaerőpiacon, hogy itt Tolna megyében és ebben a régióban, ebben a térségben nagyon felkészült szakemberek vannak, örültek ennek az új kezdeményezésnek, és jó velük együtt dolgozni. Elérünk bizonyos matematikai eredményeket, de szerintem a modell a legfontosabb. Jó esély van arra, hogy a programba bevont álláskeresők száma országosan 20-25%-kal több lesz a tervezetnél. Decemberig Tolna megyében 100 főt kellett a munkaerőpiacra kihelyezni. A novemberi mérések eredményei alapján a kitűzött cél megduplázódott, 201 álláskereső jutott munkához. Tolna megyében 2019. október 1-én indult el a reformprogram. A program célja, hogy a foglalkoztatási szakterületnek az álláskeresők után a munkáltatók igényeinek kielégítése is céljává vált. A kollégáinkben, a foglalkoztatási osztályokon a regisztereinkben lévő álláskeresőket újra személyesen vagy telefonon felkeresték, és már 6000 főt leszegmentáltak, tehát újra átvizsgálták az ő képességeiket, készségeiket, és megvizsgálták azt, hogy milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az elsődleges munkaerőpiacon el tudjuk őket helyezni. A programot folytatjuk akkor is, amikor az OFA navigátorai elhagyják a megyét. December hónapban ők elmennek tőlünk, és az 5 új megyéhez fognak segítséget nyújtani, viszont a program továbbra is folytatódik. Az újonnan beérkező álláskeresőket ugyanúgy szegmentáljuk, és ugyanúgy igyekszünk a munkáltatóknak beérkezett munkaerőigényeit kielégíteni. A magyar munkanélküliségi adatok a legjobbak közé tartozik az Európai Unióban. Több mint 4,5 millióan dolgoznak az országban, a foglalkoztatási ráta 70% fölötti.